A pályaorientációs vetélkedőn a csapatokat 9 állomás várta. Ezek közül 8 az Acsádiban oktatott szakmához kötődött. Kreatív, érdekes kihívások várták a gyerekeket, szórakozva tanulhattak. Olyan feladatokkal készültünk, amik eddig még nem igazán merültek fel, hogy akik esetleg már nem először járnak az intézménybe, de érdeklődnek a szakmáink iránt, új feladatokkal találkozhassanak és megmérhessék magukat. A kisgyermek gondozása egy új, jövőre induló képzése az iskolának, ehhez kapcsolódott az első állomás, amit aztán követett a többi. A turizmus vendéglátás ágazatban pohártoronyépítés, ételfelismerés, fűszerfelismerés a feladat. Mechatronikus karbantartóknál egy nagyon érdekes játékra hívjuk őket, különböző méretű kötőelemeket, csavarokanyák, alátéteket kell nekik adott idő alatt párosítani. Ez a tevékenykedtető állomás is népszerű volt, de a szerszámfelismerés okozott kihívást. A szerszámfelismerés a feladat. Nehéz? Igen. Ismered azért ezeket a szerszámokat? Láttál már ilyeneket? Igen, de a pontos megnevezéseket nem tudom. A festőmázoló tapétázó állomásnál dekoráltak és színeket kevertek a résztvevők. A kereskedelmi értékesítőknél informatikai feladat várta a csapatokat, akik aztán eljutottak a 9. állomáshoz is, mely nem az Acsádiban oktatott szakmához kötődött. Ez volt a technikai játszótér. Beat Saber nevű játék, ahol egy a virtuális világban kardok segítségével kell ugye a szemből érkező kockákat különböző irányba, különböző színű karddal elvágni. A programon a Vörös, a Tarci, a Munkácsi, a Katolikus Általános Iskola és az Ugodi Általános Iskola csapatai vettek részt. A velünk kapcsolatban lévő külső vállalkozókat megszólítottuk, és hál' Istennek nagyon szép számmal támogatták a mai rendezvényünket, és így minden helyezett díjazásra kerül. Az első helyen a munkácsisok végeztek, a másodikon a tarcisok, a harmadik helyet pedig a Munkácsi Iskola másik csapata szerezte meg.